Haló világ! A való világ, itt Afrikában. Az előzetes vágóképekből tisztán és világosan levehettétek, hogy a Trabant expedíció már megint Afrikában kalandozik. Persze, hogy úgy mondják, nincs eladás veréb nélkül. Sok szeretettel bemutatom nektek Cristoforo Colombót, aki ugyan nem a Trabant utasaként, hanem a Tesla társaként érkezett, szintúgy villanyautós társaságból származik, és forgat a fejében olyan gondolatokat, hogy talán majd valamikor bamakózni fog. Mi sem természetesen, hogy a verebet fülön fogtam, és ezzel a könyvvel, amelynek az utolsó 60 oldala. A Budapest bamakósok részére elsősorban, de akár minden világutazó, autós világutazó részére töménytelen jó tanáccsal szolgál. Úgy, mint öltözködés, autóépítés, rádióforgalmazás, autó értékeinek a megvédése, kajázás, higiénia, és természetesen a helyi szokások ismerete. Most ezt sok szeretettel dedikálom neki, és mondja arról néhány szót, hogy mint első áldozóként hogy érezted magad Afrikában. Az ország ez zseniális. Olyan kalandokban volt részünk, Zsolt nagyon jó helyekre elvitt minket. Az útszélén megálltunk egy kis bódégánál, és tudtunk egy jót teázni. Nagyon vendégszeretőek az emberek. Volt, hogy csak beültünk egy kis városba egy mészárszékhez, ahol ott helyben mellettünk a parázson megcsinálták az ebédünket. Nagyon, nagyon kedvesek, nagyon kultúrát minden, nagyon jó minőségűek az utak, és zseniális tényleg ez az ország. Ugye most február közepét, vagy hát már vége felét írjuk, de nagyon jó a klíma is, sátorban is tökéletes az alvás, így reggel ilyen 12 fok, 15 fok van, úgyhogy az is verhetetlen. Olyan helyeket be lehet járni kocsival, amire így nem is gondolnánk. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Afrikába, Marokkóba, és hogyha nincsen hozzá tapasztalata, akkor Zsoltól kérjen segítséget, mert neki aztán van. Ennyit az önfényezésről, és ismét eladtam egy könyvet Afrikában. Köszönöm. És egyúttal egy invitálást szeretnék közvetíteni felétek a 16. Jártótakon Fesztiválra, Budapest Hung Expo, amelyik február 24-25-én kerül megrendezésre. A helyzet apropója az, hogy a Trabant Expedíció jelen esetben személyesen nem vesz részt ezen a fesztiválon, holott úgymond őskövület vagyok már azok között az emberek és személyiségek között, de talán kicsit ki is mentem már onnan a divatból. Ezért szeretném nektek bemutatni Nyers Tamás barátomat, aki Trabant VS Tesla effektussal becsatlakozott hozzám már több túrára. Nem akarom ezt túl bőlére ereszteni, Tamás majd elmondja a saját mondandóját azzal kapcsolatosan, hogy mit is tervez előadni ezen a fesztiválon. Én a megszokott félbolond módomon inkább anekdotázok. Úgy képzeljétek el, hogy én Tamással már és a Teslával megcsalva a Trabantomat voltam már Tamással például Ukrajnában. Voltam iraki Kurdisztánban, oda és vissza, tehát több ezer kilométert végig nyomorogtam, és most felkiszegezem a kérdést, hogy ő hány métert tudott már utazni a Trabantommal? Köszönöm szépen, hát valóban csak Magyarországon kisebb úton voltam veled néhány kilométert Trabantban. Nem, konkrétan. Mikor ültél benne? Ebben? Most ültünk Franciaországban, amikor elvittél valahova egy kicsit. De tényleg csak egy pár kilométert mentünk vele. Na ez az. Szerintem az nem is Franciaországban volt, hanem személyem szerint az már itt volt Afrikában. Zagórában. És egy 600 métert volt képes ülni a Trabantomban. Nos, ezután jön az ő bemutatkozása és meghívása, hogy mi is lesz az a Járt Autókon Fesztivál. Köszönöm szépen a megszólítást. Nyers Tamás vagyok, alias Tesla Nauta néven vagyok a neten, és Teslával járom a világot, ahogy mondta Zsolt vele is, illetve már 5-6 kisebb-nagyobb úton vettem részt, elsősorban Közép-Ázsiában, de most már két ízben Afrikában is sikerült a Teslával néhány kanyart csapni. A legrövidebb út egy ilyen 7-8 ezer kilométeres volt, a hosszabbak 13-18 ezer kilométeresek,
és most elsőként debütálok a Járatra Utalkó Fesztiválon, vasárnap délután előadóként, úgyhogy nagy szeretettel várok mindenkit, aki érdeklődik az ilyen hosszú távú utazások, és elsősorban az elektromos autóval történő low budget utazások tekintetében, mert nagyjából erről fog szólni az utazásom. Sok képpel, rengeteg anekdotával, érdekes találkozásokkal, amikkel színesíteni próbálom. Remélem, hogy a hallgatóság nagy örömére. Nos, és akkor majd menjetek el minél többen, látogassátok meg Tamást, és hogyha egy mód van rá, vásároljatok tőle az én könyvemből.